Üdvözlöm Önöket! Fornosi D. Júlia vagyok. Ez itt az Arcképmás. Ma Salánkra látogatunk, Kész Barnabáshoz. Néprajzkutató, történész, képviselő. Sok mindent megtudhatunk róla, múltunkról, történelmünkről. Tartsanak velünk! Hol is kezdhetnénk máshol a beszélgetést Kész Barnabás történésszel, mint egy helyi, salánki történelmi esemény színterénél. Itt vagyunk a Mikeskútnál, de ne szaladjunk ennyire előre, vagyis szaladjunk egy kicsit visszább, egész a gyerekkorig, és hogy hogy indult a gyerekkor, hogy ennyire belenőttünk a történelembe, hiszen történész volt az édesapja is, hogyha jól tudom. Igen, mind a két szülőm, édesapám és édesanyám is pedagógusok voltak. Anyukám alsós tanítónő, édesapám történész, és hát így magától adódott, hogy én is a történelmet választottam. Édesapám nem túl sokat foglalkozott velem, mert munkája nem engedte, hogy órák hosszat meséljen, de a könyveit leszettem a polcról, és a képes történelem sorozatnak a részeit lapozgatva éppen, hogy akkor már tudtam olvasni, és így, mikor befejeztem az iskolát, meg sem fordult a fejemben, hogy másat válasszak, mint a történelmet, és így az Ungvár Egyetemre felvételiztem történelem szakra. Akkor ez egy ilyen eleve elrendeltség volt, hogy történt? Egyszer kérdezte meg apám, hogy az iskola befejeztével, hogy na akkor most hova is szeretnél menni. Tudom, hogy szerették volna, hogyha esetleg orvos lesz belőlem, persze, hogy ez reménytelen. Hát mégiscsak a történelem volt a legközelebb hozzám, és így az Ungvári Egyetem jött. De az Ungvári Egyetemen is utána még maradt, hiszen szeretett kutatni, ugye? Amikor befejeztem az egyetemet, jó bizonyítvánnyal, vagyis jó jegyekkel felajánlották, hogy maradjak az akkoriban alakuló Kárpátika Kutatóintézetben laboránsként, de mivel ez még nem indult el igazából, az alaksorban volt a helyiség, inkább a mellette levő helyiségben dolgoztam a régészeti laborban. A kiásott cserepeket ragaszgattam össze, a vastárgyakat, fémtárgyakat tisztítgattam, és főképpen rajzoltam, mert azt kihasználták, hogy ügyesen rajzoltam, és csehszlovákiai, vagy később szlovákiai régészeti folyóiratba készítettem térképeket, meg illusztrációkat. Ugye ekkor jött a válság, lakni nem volt hol Ungváron, feleségem még tanult a magyar szakon, az egyetemen, de ahogy ő befejezte, sőt még be sem fejezte, már elgondolkodtunk, hogy maradjunk vagy nem maradjunk, mert olyan reménytelen gazdasági helyzet volt Ungváron, hogy a megélhetés szinte lehetetlenné vált, és ekkoriban megürült a Salánk iskolában a földrajz tanári állás. Engem hazahívtak, én pedig gondolkodás nélkül hazajöttem. Itt volt lakás, a nagyapám még házában lakhattunk, a kertben megtermeltünk magunknak szinte majdnem mindent, mégiscsak könnyebb volt azokban az években, mint egy városi ember helyzete, és ugye családosként már akkor itt alapoztuk meg a jövőnket Salánkon. És már az egyetem alatt összeházasodtak a feleségével? Igen, ő még nem fejezte be az egyetemet, de aztán befejezte, és ő is Salánkon kezdett tanítani magyart, meg világirodalmat. Én 23 évig tanítottam a Salánki iskolában, földrajzot, és aztán történelem órák is jöttek. Amikor még nem volt, hogy így fogalmazzak, divat, a júrta, meg az íjászkodás, meg a magyar harcművészet, vagy harctörténet ismerés, vagy továbbadása, Kész Barnabás már akkor jótatáborokat szervezett. Ez valahogy úgy adódott, hogy jött magától is,
meg bennem is voltak ilyen latens, lappangó elképzelések, amelyek így találkoztak szerencsésen. Hát gyerekkorom óta szerettem a lovakat, imádtam. Úgy nem lehetett a faluban egy szekeresnek bejönni hozzánk az udvarba, szántani például, hogy én felnek érezkedjek a lóra egy kicsit lovagolni. Fiatal tanárként egy felhívást olvastam, hogy Petraskó Tamásék, a hétvezér alapítvány, egy lovastúrát szervez Baskíriából, és itt a falu határában tartották a lovaikat. Mándi Gyula keresztúri állatorvos volt az itteni szervező. Én megkerestem, megismerkedtem velük, akkor fogtam a kezembe először reflexíjat, Kassai Lajosnak az íját, megtanultam lovagolni, és ők ugyan elmentek Baskíriába, és haza is jöttek, én Baskíriába nem mentem velük, de viszont már együtt lovagoltunk Levereckéről a magyar határ közelébe Tiszaújlakig, tehát ez egy nagy élmény volt ez a kétnapos lovastúra, és hát azóta közösen több rendezvényt szerveztünk már Tamásékkal, és hát jöttek a jurtatáborok. 95-ben volt a legelső jurtatábor itt a Salánki erdő szélén, 96-ban a Vereckei Szorosban, és aztán pedig mi magunk szerveztünk táborokat. Kaptam egy földterületet, ahol évekig táboroztunk, egészen addig, amíg az éghajlati viszonyok meg nem változtak annyira, hogy olyan esős nyarak jöttek, hogy nem tudtunk már kint táborozni. A gyerekeket egyszer be kellett menekítenünk a Salánki iskolába. Aztán rengeteg igazolást kértek tőlünk a kölyától, rendőrségtől, még a határőrségtől. 7-8 féle igazolást kellett kijárnom, úgyhogy örömmel vettem, amikor felajánlották, hogy menjünk egy liceum bázisára. A Nagyberegi liceumba, aztán pedig néhány éve már a Karácsfalvi liceumba költöztünk be. Ez azért más élményként a szabadban, egy juttatáborban, nem, hogy hogyan képzeljük el még azt az időszakot? Azt az időszakot úgy lehet elképzelni, hogy reggel kisüt a nap, innen kelet felől, a domb felől fel kell, gyönyörű látvány. A harmatos az egész mező, a lovak horkantanak a karámban, mert akkor 7-8 lovat összegyűjtöttem egy-egy tábor idejére. Ilyen Robinson Crusoe-szerű zuhanyzók, tábori zuhanyzók voltak, szintén csak tábori konyhánk van, helyi szakácsnőket alkalmaztam, mi magunk főztünk, 60-80 gyerekre, meg vagy 20-30 felnőttre, és az egész nap délelőtt és délután is kint a mezőn, egy árnyékos helyen vagy a fák alatt kézműveskedtek, íjászkodtunk, lovagoltunk, segítettek a kecskéket, a lovakat ellátni, kutyák voltak a táborban, tehát így állatbarát tábor és természetbarát tábor volt, és hát mindenki jurtákban lakott. Biztos, hogy romantikusabb volt, mint a mostani táboraink, de, mint mondtam, az időjárás azóta szélsőségesebb lett. A gyerekek azóta gyengébbek, ezt ki kell, hogy mondjam, mint 20-30 évvel ezelőtt. Nem annyira bírják a kiképzést, a megpróbáltatásokat. A szüleik sem olyan szívesen engednék el a vadonba őket, mint akkoriban. Akkoriban ránk bízták őket, aztán egy hét múlva jelentkeztek, pedig nem volt telefon, nem volt internet. Most, hogyha valamelyik gyerek nincs az esti fényképeken föltéve a Facebookra, akkor a szülő telefonál, hogy baj van. Ha ott van, minden este fölrakjuk a fotókat, és a gyerekeket látják a szüleik, akkor nem jelentkeznek egy hétig sem. De az akkoriban más volt. Telefon sem volt. És az is nagy missziója önnek, hogy a gyerekekkel megismertetni, vagy megszeretni a hagyományainkat, vagy a népi kultúránkat. Ezt hogyan veszik most? Hát először is a táborokkal kezdődött. Minden nyáron az a heti, vagyis az az évi 1-2-3 hetes tábor volt az alapja ennek a hagyományőrzésnek, de ahogy gyarapodtak az eszközeink, készítettünk, vásároltunk fegyvereket, ruhákat, tehát lényegében a magyar történelem bármelyik korszakát meg tudjuk jeleníteni eszközökkel, ruházattal, fegyverekkel, és hát ezért, hogy ne legyenek ezek kihasználatlanul évközben, ezért kezdtem a saját munkámban, az iskolában ezeket a tárgyakat bemutatni, bevinni az órára egy-két eszközt, mert rájöttem, hogy sokkal egyszerűbb és sokkal hatékonyabb egyszer megnézni, megfogni kézben valamit, mint mondjuk tízszer elolvasni róla azt a kis előadást vagy magyarázatát a tanárnak. Persze, hogy ezt nem lehet minden iskolában elvárni a történelemtanártól, ezért próbálunk elmenni más iskolákba, mert mi ezzel foglalkozunk. Nekem az a módszerem, hogy ilyen élő történelemórákat tartok, és nem csak a főiskolán, hanem ha meghívnak egy-egy fesztiválon, megjelenünk, vagy egy-egy
egyéb rendezvényen. Van is egy nagy szép gyűjteménye, ugye mind ruhákból, mind tárgyi emlékekből igen, is. Igen, igen. Hát erről azt tudom mondani, hogy Magyarországon nagyon sok hagyományőrző csapat van. 90-es években kezdték ők is, mint ahogy mi. Nagyon sokat fejlődött a hagyományőrzés, és Magyarországon szinte minden településen van vagy egy huszárcsapat, vagy egy végvári bandérium, vagy egy lovagi csapat, vagy honfoglaló csapat. Kárpátalján ez nincs. Vannak kezdeményezések, azok a fiatalok, akik nálunk a táborban voltak, felnőttek, azok kezdenek barantázni, íjászni, visszajönnek többen, nevelőként voltak már a táborban, a saját tanítványaiknak próbálják ezt átadni. Én annak örülnék, ha minden településen lenne egy pár olyan fiatal, aki ezt felkarolja és tovább viszi. A ruházatról pedig annyit, hogy ahogy évek vagy évtizedek alatt ezek összegyűltek, ezeket otthon tárolom, otthon őrizgetem, és hogyha kell, akkor összeszedem és kivonulunk egy-egy rendezvényre. Meg is nézhetjük ezeket? Meg. Egy részét legalábbis meg tudom mutatni, ami jelenleg otthon van. Jó, nézzük. Itt vagyunk, szerintem egy kisebb múzeum, vagy egy nagyobb múzeumban nincs annyi érték. Itt vannak a ruhák is, és ez ugye a dolgozó szobája önnek. Akkor össze tudja foglalni, meg van fejben a leltár, hogy mi minden van? Valamennyi kellék, valamennyi ruha, fegyver, ezek másolatok. Tehát nem működőképes, nem engedélyköteles, ezt az illetékeseknek mondom rögtön a legelején. Ezeket használjuk a hagyományőrzésben, a különböző élő történelemórák bemutatásánál, és hát azért ilyen eklektikus az egész, mert egyrészt nem kiállítás, hanem egy tárolóhely. Másrészt én magam szeretek benne köztük lenni, szeretek itt tartózkodni. Harmadrészt pedig nem csak a magyar történelemmel foglalkoztunk, meg foglalkoztam életem során, hanem volt egy nyár, amikor indián tábor szerveztünk, indián hagyományőrzőkkel, fekete láb tábor, tipikkel, lovak, kifestett lovakkal, lovagoltunk a környező dombokon, belovagoltunk a faluba az emberek nagy csodálkozására, ugye kifestett toldiszekben, stb. Úgyhogy ezért vannak ezek a vadnyugati kellékek is. És minden rendszerezve van, minden kis fiók? Óriási káosz van, ezért tudom, hogy mindegyiknek a helye hol van. Hogyha valaki megpróbálna ott rendet csinálni, akkor biztos, hogy eltévednék én is. Szokták azt mondani, hogy a zseni nem rendet csinál, hanem uralkodik a káoszon. Így van, így van. És tudjuk, hogy hajszára van a zseni. Az őrültől. Az őrültől. De mégis mi az, ami van kedvenc? Van, ami nagyon a szívéhez nőtt ezek közül, a sok érték közül? Van olyan tárgy, ami különösen sokat jelent? Talán a legrégebbi dolgaim. Például van egy családi erekjém, ez az első világháborús huszár kard, 1904-es huszár szabja. Ezt nem szoktuk használni, ez csak fali dísz, ez eredeti. Ami kedves számomra például az a tarsoly, az a szolyvai tarsoly, amit Szedlák István Békés Csabai ötvös művész barátom készített, és ez már jó pár éves, látszik rajta, hogy már be van patinásodva. Ez a szolyvai tarsolynak a tökéletes másolata. Ezt is milyen kevesen tudjuk, tehát hogy látjuk ezeket a szép bőrtarsolyokat mindig, akármilyen vásárokon, vagy ha az ember ilyen helyen fordul meg, és én például most találkoztam, bevallom, szégyellem is magam miatta, de hogy most találkoztam össze, hogy nekünk van saját tarsolydísz. Az egyik legszebb tarsolylemez, honfogláskori tarsolylemez a mi vidékünkön találtatott, 1870-ben Szolyva környékén, Szolyva mellett egy lovas sírban. És hát ez a tarsolylemez a Nemzeti Múzeumban van, gyönyörű, sűrű, palmetta díszítésű, egy ilyen párta van rajta, mintha egy rojt lenne. Eredetileg a tarsolyok borítója az vagy nemezből, vagy bőrből készült, és ezeket a bőr meg nemez mintákat, díszítményeket követik a későbbi réz, bronz, ezüst vagy arany veretek, amelyek az előkelő vezéreknél összeolvadtak egy egész tarsoly
lemezzé. Vannak mesterek, akik ugyanazzal a technikával, technológiával készítik, poncolásos, domborításos technikával, mint például a Szedlák Pista barátom, aki minden nyáron kijön a táborba, és a gyerekeknek ezt bemutatja, tanítja. Persze, hogy nem tud a gyerek egy hét alatt elkészíteni egy teljes tarsólemez, de mindenki hazavisz magának egy ilyen kar vagy nyakéket, bele akár a saját nevét, vagy egy palmettát. És már a saját beledom. Történelmét Igen. hordja. És az az érdekes, hogy a mi vidékünk, a Felső-Tisza vidék, ez vezéri központ lehetett, mert nem csak Rakamazon, nem csak Karoson találtak ilyen gazdag sírokat, hanem a beregszászi Kishegyen, és akkor megragadnám az alkalmat, bemutatnám a beregszászi süvegcsúcsnak is a pontos másolatát. Vagy bőr, vagy nem ez sisakon, vagy süvegen viselték. Ez egy olyan ezüst kúp, aranyozott ezüst kúp volt, ami a vezéreknek, a legmagasabb rangú vezéreknek díszítette a sisakját. Ebből egy volt a Kárpát-medencében 2016-ig, amikor Jászberényben találtak egy kicsit kisebbet, az most a Jász Múzeumba került, ez pedig 1890 óta a Magyar Nemzeti Múzeumban lehet megnézni. Az eredeti derékban van törve, tehát roncsolt. Egyébként a legjobban azt tetszik ebben az egészben, hogy semmi sem porosodik. Tehát, hogy ezeket használjuk, bemutatjuk, és kiviszi az otthonából is, mind a mellett, hogy velük együtt él. Tehát, hogy nem is egy ilyen szép kirakati tárgy, amit az ember hónapról hónapra leporol, hanem az egész itt élő, azt érzem. Igen, hát ez olyan nekem, mint a villanyszerelőnek, vagy az autószerelőnek a szerszámos ládája. Tehát én, hogyha kivonulok, akkor ezeket viszem magammal, hogy bemutassam, mert amikor a gyerek megfoghatja a kezébe, felveheti a fejére, felpróbálhatja, akkor az egyrészt egy élmény, másrészt sokkal jobban megtudja, megérti, hogy hogy is viselték, hogy is készítették ezeket, de nekünk is élmény, meg nekünk is hasznos. Milyen fokú fanatizmus kell ehhez? Ehhez kell egy kis megszállottság, kell egy ösztönző erő, ami mindig tovább hajt, mert amikor még keveset tudunk, akkor azt hiszük, hogy nagyjából már mindent tudunk. Amikor belássuk magunkat valamilyen témába, akkor jövök rá én is, hogy hoppá, hát én még nem tudok semmit. Még akkor meg kellene csinálnom, vagy megvarnom, vagy megvásárolnom, beszereznem még ezt is, ezt is. Tehát ez egy hajtóerő, kell egy áldozatvállalás is, mert nem kevés pénzbe kerülnek ezek, a családtól megértés kellene, mert az a szerencsém, hogy a feleségem is megérti a hobbim, hogy ez a hobbim, a gyerekeim is, és a gyerekek is néprajzosok, most éppen nincsenek itthon, mert egy délvidéki konferenciára utaztak el, Debrecenben PhD-znak, úgyhogy itt az egész család megérti ezt a tevékenységet, és egymást segítjük ebben. Erre ki is akartam térni, hogy ugyanúgy, ahogy ön belenevelkedett a történelem szeretetbe, ugyanúgy a gyerekek is, hiszen mind a ketten néprajzot tanulnak, meg néprajzon PhD-znak szerzik a doktori fokozatot. Vagy soha nem harcoltak ez ellen, hogy már pedig én természetesen informatikus hogy... akarok lenni? Nem, nagy ellenkezés nem volt. Persze, hogy amikor én azt szerettem volna, hogy ők is úgy rajongjanak a lóért, mint én, akkor mondjuk ez a lányomnál megvalósult, a fiamnál nem annyira, de most már elfogadom, hogy azért nem vagyunk egyformák. Abban viszont valamennyien együttműködünk, meg egyet értünk, hogy a múltunkat, a hagyományainkat, a magyar kultúrát szeretjük, kutatjuk, népszerűsítjük. Az előbb mondta a fanatizmusról, amikor kérdeztem, hogy még valamit nem úgy tudok, vagy semmit sem tudok, vagy át kellene csinálni. Mondja ezt úgy, hogy több tucat könyvet írt már mindenféle korszakból, akár általános történelem, akár magyar történelem kapcsán. Mi volt az első könyv, amivel kezdte? Ahol, hogy indult az egész? Mint említettem, a saját diákjainak próbáltam kis segédanyagokat szerkeszteni, kifestőket, foglalkoztató füzeteket, vagy képregény formájú füzetet, amiben például a honfoglalásunk korának a mondáit próbáltam ilyen népszerűsítő formában bemutatni, a csodaszarvast, Emese Álmát. Hát persze az itteni nyomdatechnika, meg az én rajztudásom nem tette lehetővé, hogy remek művek szülessenek, de szerintem arra hasznos volt, hogy a képregényeket amúgy már kedvelő fiatalok, ne csak az amerikai, meg francia képregényeket olvasgassák, hanem akkor a magyar történelmet is próbálják így elsajátítani. Ez valami zseniális, szerették gondolom a gyerekek, igen, ugye? Igen.
Vagy például a 48-as honvéd seregnek az egyenruháit ilyen kifestő formájában megrajzoltam, ennek is több kiadása volt, itt is kiadták, Magyarországon is. És akkor ezt ki is festették. A minta alapján a gyerekek kiszínezhették, hisz minden ezrednek megvolt, minden huszár ezrednek a saját ruhájának a színe. És akkor utána következtek? A magyarországi kiadványok következtek, a legelső debreceni kiadványom ez a Világ nagy harcosai volt, aminek a nagy részét már én is illusztráltam. Ókortól kezdve napjainkig próbáltam bemutatni a világ kiváló harcosait a spártai hoplitáktól, makedón falangztól kezdve a középkori lovagokig, de ott vannak a szamurájok, nindzsák. Ehhez kell aztán aprólékos ismeret ténylegesen, hogy az ember egy rengeteg, ilyen részletet. Egy könyvnek, egy rajznak az elkészítéséhez, vagy egy fejezetnek, vagy egy témának az elkészítéséhez temérdek fotót kellett, hogy összeválogassak a netről, utána nézni leírásokban, könyveket olvasni. Hisz az a lényeg, hogy minden pontos legyen, mert ez nem egy meséskönyv, hogy csak azért rajzolunk, hogy hangulatot teremtsünk meg, hanem hogyha az a gyerek megnézi például a Bölény katonának az egyenruháját, amit itt látunk az egyik figurán is, akkor az pontosan olyan legyen, tehát az a karjelzés, a rangjelzés, a váltáska, a kesztyű, a jelvény. És ehhez nem feltétlenül csak ugye az a tömérdek mennyiségű tudást szükségeltetik, hanem egy művészi hajlam, hogy az ember ezt így le is tudja rajzolni. Mert hát az egy dolog, hogy én ezt el tudom mondani, de hogy ezt így meg tudjam valósítani, az... Édesanyámtól örököltem a rajzkészségét. Én magam rengeteget rajzoltam, nem tanultam sehol a rajzolás, de arra a szintre, ami nekem szükséges volt, így elvergődtem. Én ennek a szintnek a felével is megelégednék már. Aztán utána már a további kiadványokban egyre kevesebbet rajzoltam, és egyre inkább csak szerkesztettem a dolgokat, és profi rajzolók akár számítógépes technikával, vagy retuspisztollyal készítették a rajzokat, mint például a lovagos könyvben, sőt itt ezekben már 3D-s oldalak is vannak, mert a mai fiatalok szeretik a 3D-s képeket, meg filmeket. És akkor ez már 3D-s is. Ebben van a végén 3D-s melléklet. Az ember tényleg mindent megtesz azért, hogy a gyerek... Ezt esetleg... Kipróbálom. Ki lehet próbálni. Kell egy speciális szemüveg hozzá, és akkor úgy tűnik, mintha hát közel mozi. Jönnének. Mint a mozi. Ez mozi. Kicsit ilyenkor megint gyerek az ember, nem? Amikor ilyen harcosokat rajzol, meg beszél róluk. Tehát én az ilyen könyveket azért szeretem készíteni, hogy azok a gyerekek, azok a fiatalok is, akik már nem olvasnak több száz oldalas szöveget egyfolytában végig, mint mondjuk mi a fiatal korunkban, de azért ők is olvasnak. Ők hozzászoktak a monitor böngészéséhez, hogy ide rákapcsolunk, oda rákattintunk, és ők így olvassák a könyveket is. Tehát több hasábos tördeléssel, rengeteg képpel, különböző margó, meg képaláírás, meg egyéb kisebb szöveg egységekkel kell dolgozni, és akkor a gyerekek olvassák, igenis olvassák ezeket a könyveket. Érdemkereszt is van a Talsolyban, több lovagrend is van a Talsolyban. Ezek jelentenek valamit? Mit jelentenek? Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem esik jól, hogyha valahol elismerik az ember munkásságát, vagy az érdemeit. Jól esik, de nem ezért, soha nem ezért tettem semmit, nem hajszolom az elismeréseket, a kitüntetéseket sem. Az érdekelne még, az jutott közben eszembe, hogy el tud-e úgy utazni valahova, akár Kárpátalján, vagy a nagyvilágba elutazik-e úgy valahova, hogy közben ne azon gondolkodjon, hogy itt mi történt, vagy itt milyenek a szokások. Tehát, hogy mi az, ami abszolút kikapcs, amikor nem gondol semmire, csak lazít. Van ilyen? Nehéz ezt elképzelnem. Például biztosan belerokkannék, hogyha egy napig a tengerparton kellene a strandon, a homokban feküdni és napozni, tehát ez nem tud kikapcsolni. Szeretek utazni, szeretek városokat nézni, műemlékeket, templomokat, múzeumokat, kiállításokat, szeretem a jó filmeket, szeretek olvasni, szeretem a jó zenét, tehát engem ez ki tud kapcsolni, de annyira pörgős az életem, hogy nem sok idő van mindenre. Mit lehet, hogy úgy mondjam, kívánni egy történésznek, vagy egy néprajzkutatónak, vagy egy hagyományőrzőnek?
Én azt szoktam mondani, hogy például Kárpátalján, hogyha 100 új néprajzos végzős jelenne meg hirtelen, mindegyiknek tudnánk munkát adni. Mindig vannak újabb és újabb témák. Rengeteg kárpátaljai magyar falunak nincs megírva a története. Lehetne kutatni, levéltárakban, lehetne az idős embereket kikérdezni, amíg még köztünk vannak. Eszembe jutott, hogy mi az, amit lehet kívánni, hogy még a gyerekeinek és az unokáinak is legyen kinek átadni a hagyományainkat. Ez így jó? Ez így jó. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Én is ezt kívánom. Kész Barnabás számára a hagyományőrzés nem divat, nem póz, hanem életforma. Az, hogy milyen értékes és érdekes világban élünk, vagy éltek az őseink, az ma is bebizonyosodott. Legyünk büszkék rá! Várjuk Önöket a legközelebb is, a viszontlátásra!